Hősök, királyok, szentek. A magyar történelem képei és emlékei címmel látható a Magyar Nemzeti Galéria és a Munkácsi Alapítvány közös kiállítása 2012. január 3-ától. A tárlat sajátos csoportosításban mutatja be a magyar történelem képeit. Az elsősorban történelmi festményekre és portrékra épülő kiállítás célja, hogy a himnusz és a szózat mindenki által ismert sorain keresztül vonultassa föl a magyar művészet legkiválóbb alkotásait. A 2011. december 21-én megtartott sajtótájékoztatón Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria megbízott főigazgatója hangsúlyozta, a reprezentatív tárlat az új alaptörvény hatályba lépése előtt kíván tisztelegni, jelentős részében a 19. századi historikus festészet jól ismert alkotásait felvonultatva. A kiállítás egységei, általad nyert Szép Hazád című tematikus egység a honfoglalás és a középkor sorsdöntő eseményeit jeleníti meg, és felidézi azokat az évszázadokat, amikor Magyarország Európa egyik jelentős hatalmává vált. A terem középpontjában Munkácsi Mihály honfoglalás című alkotása áll. Az Országház épületébe szánt hatalmas festményt most először láthatja a nagy közönség. L. Simon László, a Magyarországgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke köszöntő beszédében elmondta, a kiállítást 2012. január 2-án Orbán Viktor miniszterelnök személyesen nyitja meg, a fővédnökséget pedig Schmidt Pál köztársasági elnök vállalta. Noha Munkácsi egyik főműve a honfoglalás az Országházból került a kiállításba, így bemutatva a kormány tagjai sem láthatták eddig. A monumentális festmény még soha nem hagyta el a parlamentet, jegyezte meg L. Simon László. Kellenek olyan kiállítások, kellenek olyan időszakok, kellenek olyan pillanatok, amikor képesek vagyunk mindarra odafigyelni és emlékezni, amely számunkra fontos, és amely olyan értelemben adhat lelki és szellemi muníciót, hogy legyen mindig erőnk. Legyen mindig erőnk újra kezdeni, és ne mondjunk le arról, hogy mi közösen egy büszke és szabad és élhető Magyarországot építsünk. Hogyha ehhez hozzá tud járulni ez a kiállítás, akkor már nem volt hiába. Hogyha ahhoz hozzá tud járulni, hogy valóban egy értékes és színvonalas műtárgyanyagon keresztül is megértsük azt, hogy Magyarország nem mindig volt ilyen helyzetben, és voltak olyan időszakai, amelyekre méltán vagyunk büszkék, és persze azt is tudva, hogy a történelem az nem olyan, hogy mindig minden egyaránt büszkék lehetünk, és úgy kell vállalnunk, olyan, mint a saját életünk, hogy vannak benne nehéz időszakok, amelyekre nem vagyunk büszkék. És a magyar történelem is ilyen, de arra szeretünk emlékezni, és arra kell, persze a kritikai érzékünket nem magunk mögött hagyva, de arra kell elsősorban emlékeznünk, amelyre azért lehetünk büszkék, mert erőt erőtetünk belőlük. A nemzet történetének pozitív eseményeit az Ész erő és Oly szent akarat című egység jeleníti meg, míg a történelmünk tragikusabb eseményeit bemutató szekciót az Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt idézet jegyében rendezik meg. A török háborúkat feldolgozó kiemelkedő alkotások között látható Székely Bertalan közel 4 méteres Zrínyi kompozíciója, illetve a magyar történelmi festészet olyan emblematikus főművei, mint a Dugovics Titus önfeláldozása, az Egri nők, vagy a II. Lajos holttestének megtalálása. Külön egység mutatja be a Hunyadiak dicsőségét és tragédiáját Mátyás király, illetve Hunyadi László ábrázolásain keresztül. Az Ész erő és Oly szent akarat című szekció a kiállítás egyik leglátványosabb egysége, a magyar reformkor nagy személyiségeit állítja középpontba. A kiállítás harmadik fontos egysége külön teremben kap helyet, ahol könyvtári és levéltári anyagok segítségével kapunk képet a magyar történelem és kultúrtörténet néhány fontos eseményéről. A kiállítás kurátorai Bakó Zsuzsanna és Bellák Gábor. A kiállítás 2012. január 3-ától 2012. augusztus 26-áig látható a Magyar Nemzeti Galériában.